Na, szép jó reggelt mindenkinek. Épp Egon barátommal beszélgettem, fölhívott itt útközben. Mondtam, leraklak, drágám, mert itt jön ez a kis csapat. Az anyám úristen, Raveszka, kis fekete gyönyörű, ribizli drága, nincs megtekerve a piglit, sines cicuka. Jó reggel, Domika ül a kis golyó szerelmemen, és itt van a Ciruka, jó még a gurtmir. Odafél, húztál? Nagyon figyeljetek. Drágám, másfél kör, másfél legyen is galocsári. Kész. Várjál csak. Merre lesz a pálya? Mert akkor bemegyünk domb alatt. Ha balra körül, akkor domb alatt. Van valaki benn? Hát nem tudom, én itt álltam csak. Jó, van kis mamika. Gurtmirra nagyon, van. Nagyon. Hát nem friss kicsim, egy kis ideg is mostanában, nem, csak most megevett mindent? Hát az nem, meg... Nem. Hát ment az tegnap is, de hogy nem lett friss. De jó van, más a frissesség. Akkor még akarjuk a bogba szerintem. Igen? Igen. Enne jobban, van egy csomó alma, azt ad neki. Meg Karcsinak is mondom, tripla szénát. Pláne ilyen lónak széna, válogat belőle, hagy egyen. Hagy egyen, így van. Széna nagyon fontos. Elmeszi meg, akkor így jártunk, de még mindig jobb, ha nincs előtte, azt enne. Domi, gurtnit jó? Jó, figyeljetek, gurtnikra is szépen másfél kör lassú kentre. A Nomcsi még sehol. Mi van? Hát mit híve? Beszorult a lába? Jaj. Ja, igazából boldog születésnapot, lányok, mert igazából ma van. A tegnapi az ilyen ma folytatás, ugye? Aha. Még az kéne. Milyen? Mit akarsz folytatni már? Ja. Tehát van itt Ravensz fekete, ribizli, mazsola, sines, Roland, a Nomcsi sehol. Ez valahogy megkésett az indítás, hanem kicsit. Tegnap buliztak a lányok, ugye születésnapi, nem előbb buli volt, mert tegnap ünnepeltük. Meghívták a csapatot, az istálóban voltak ott bőven. Én ilyen szúrópróbán vettem részt csak. Ja. Hát 15 évesek így van. Isten adja, hogy boldogok legyenek. Nem könnyű. Ebbe a világba nem könnyű. És jönnek a pofonok, és amikor ők kapnak pofont, én fogom érezni, meg hát az Orsi is anyjuk, tízszeresé, mint ami nekik fáj. Akkor gyerekednek jön pofon, és jönni fog pofon, az biztos. Innen, onnan, onnan, na, bemennek, gurtnik nagyon fontosak ilyenkor is. Aztán kitaláljuk a többit. Új csikónk érkezett tegnap, egy nagyon szép kanca. És a mazsihoz rakjuk. Úgy is raktam a boxba őket. Hogy összeszagoljanak, összeszokjanak. Október 31-én, 11 órakor indulás Írországba. Hopp! Itt a kis csapat. Jaj, de szépen jönnek. Egyenes is dőtt ki, Ancsika, egyenesen szépen. Fekete Ravensz. Együtt is fognak futni, úgy néz ki, jövő héten. Szürike külön fog futni. Többit látjuk majd. Nem csikám, nem lesz sok ez a vodka reggel. Micsoda! 5-6 lat, ha úgy van. Micsudi! Egyelőre még nem látjuk, hol van. Jóval érkezik, a szerintem a Dórival fog jönni kocsival, de hát már azért fél 80 ám. Illedelmes lenne itt lenni, ugye, mert van neki Sampi, Liszted, Egon Csődör, jaja.
pálya most kiváló. Sok eső nem volt, de pont jó volt az, hogy jó port elvegyek, kicsi állaga javítson állagán, úgyhogy első osztályú a pálya. Kész. Lassan érkezik is a brigád. Ugye csak galocsasz megyünk, azért az jó idő, mi körbeérnek. Hát, dombtetőn, igen, itt vannak, jó. Így, tökéletes. Ravens, kis fekete, ribizli, sineske, kis golyó, milyen friss, és itt a szürike is. Jó. Extra hosszan! Már tudják ők. Szerintem buliztak olyan kettőig. Na jó, semmi baj. Semmi baj. De hatkor már pattantak. Istáló, hál' Istennek. Na jó.